30. jubileumát ünnepli az idén a Haladás Viktória, amelyet Szombathely legsikeresebb női csapataként tarthatunk számon. Az évforduló alkalmából egész évben rendezvények lesznek, amelynek nyitányaként a csapat egykori jelenlegi és remélhetően jövőbeni támogatóit hívták meg egy köszöntőre. Barci Csaba, a Haladás Viktória elnöke nyitóbeszédében azt mondta, szeretnék, ha a támogatók visszatérnének, és egyben köszönik a jelenlegi támogatóknak, hogy a klub mellett állnak. Dr. László Győző, sportért felelős alpolgármester arra emlékeztetett vissza, milyen újdonság volt, amikor 1993-ban megalakult a női csapat Szombathelyen. Fontos, hogy egy klub több lábon álljon, legalább három pillérnek kell lennie. Az egyik a szurkolók, a második az önkormányzat támogatása, ez egyébként pártszínektől független mindig megvolt Szombathelyen. A harmadik pedig a külső támogatók, szponzorok jelenléte. A Haladás Viktória megérdemli a támogatást, tette hozzá László Győző. A Szombathelyi Labdarúgó Kft. Nevében Séllei Árpád köszöntötte a Haladás család női tagját, a Viktóriát. Mint mondta, a Haladás család mindig hálás azoknak a sportolóknak, akik komolyan veszik a munkájukat. Szorgalommal, kitartással, tehetségükkel eredményeket érnek el. Megköszönve a múlt eredményeit, azt kívánta, hogy legyen erő ezeket elérni a jelenben is. A nőnap alkalmából pedig virággal köszöntötte a csapat vezetőedzőjét, Markó Edinát. A női labdarúgás múltját dr. Dénes András kommunikációs szakember a kiállítás megálmodója idézte vissza. Egészen az első szombathelyi női futballcsapat alakulásáig, amely 1981-ben volt. A Viktória 1993-as alapítása után két évvel már az NB1-ben volt. 2004-ben első nem budapesti csapatként bajnoki címet nyert a gárda, amit aztán még egyszer megismételt. Azóta is a Haladás Viktória az egyetlen csapat hazánkban, amely női futballban vidéki klubként bajnoki aranyérmet szerzett, emlékeztetett. A támogatók nevében Németh Gyula arról beszélt, hogy a női labdarúgás támogatásában üzleti potenciál van, hiszen a nőket megszólító termékek piaca széles, és a csapat nem csak hazai, de nemzetközi tornán is szerepel. Az üzletember azt kérte, a vállalkozók fogjanak össze, álljanak a csapat mellé. Az eseményt követően kezdődött a Simple Liga negyeddöntője a sportkomplexumban, ahol a pályára lépő játékosokat virággal köszöntötte a Szombathelyi Haladás labdarúgóklub nevében Mésző Géza szakmai vezető. A mérkőzést a Haladás Viktória 2-1-re nyerte.